Megyünk tovább, csak közben a Népszavába kerestem a mostani témánkhoz kapcsolódó újságcikket, de majd megkeresem. Neubauer Katalina, Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség elnöke, ugye? Főtitkára. Főtitkára lesz, meg talán elnök is. Kezdjük csak, ami jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Tegnap arról beszéltünk pont a szerkesztőinkkel. Milyen érdekes, hogyha van egy új kamarai beléptetési rendszer, vagy hullám, akkor ott, minthogyha nem ugyanazokat az elveket próbálnák érvényesíteni, mint ami korábban volt. Nyugtasson meg minket, hogy nem kell több ezer forint helyett az új agrárkamarai tagoknak akár mondjuk milliós nagyságrendű pénzt fizetniük. Jó reggelt kívánok! Mi is szeretnénk megnyugtatni a tagjainkat, de sajnos ez jelenleg nem így van, mert a 2012-es agrárkamarai törvény átsorolta a nagykereskedőket az agrárkamara gondozása alá. Átkerültünk az ipar és kereskedelmi kamarától. Ez azt jelenti, hogy az 5000 forintos tagdíj helyett jelenleg a nagykereskedőknek milliós nagyságrendű kötelező tagdíjat kell fizetniük. De ezt a rendelkezést, ezt ki hozta egyébként? Ezt a törvény tartalmazza ezt a... Mennyi volt eddig a kamarai tagsági díj, aki az agrárkamarához tartozott? Az agrárkamarai törvény egy friss törvény, azóta sok alapszabályt hozott létre az agrárkamara. Jelen pillanatban az agrárkamara alapszabálya értelmében 1,5 milliárd forint felett már a maximál, törvény által maximált 1 millió forintos tagdíj fizetési kötelezettsége áll fenn. Ez tulajdonképpen összefüggésben van azzal, hogy a nagykereskedelmi cégeknek az árbevételük alapján kell ezt megfizetni, vagy nem kell összefüggést keresni? Igen, egészen pontosan. Tehát az agrárkamarai alapszabály jelen pillanatban szektoradottságoktól függetlenül és profittermelő képességtől függetlenül egy kalap alá veszi az összes árbevételt, így ugyanannyi árbevétel alapján kell fizetni a nagykereskedőknek is, mint a termelő szektornak bármely szereplőjének. Így akkor teljesen okafogyott az, hogy kinek mennyi a költség, vagy mekkora a költsége, csak az árbevétel számít. Abszolút csak az árbevétel számít, hogy ki milyen ár és illetve profittermelő képességgel bír azt a jelenlegi alapszabály. Szabály egyáltalán nem veszik figyelembe. Mi történik most a következő időszakban, mert hogy ugye a másik nagy probléma az állítólag, hogy visszamenőleg is, akár másfél-két évre visszamenőleg is, ezt a tagdíjat, nevezzük ezt annak, ami egyébként valami, nem tudom, adóformájában akarnak besöpörni, de hogy be kellene fizetniük. Miért? Igen, akkor pontosan szeretném mondani, hogy a tagdíj a törvény értelmében köztartozásnak minősül, így az agrárkamarát felhatalmazta a törvény arra, hogy ezeket adó módjára behajtsa. Miután nyilvántartási rendszerükben adatokkal nem rendelkeztek, így először 2013 óta, 2016-ban kaptak a nagykereskedők és kereskedők értesítést, hogy tagok, és hogy visszamenőleg több milliós nagyságrendű adótartozásuk, tagdíjtartozásuk halmozódott fel? Azt mondja most, hogy az új tagok nem is tudtak arról, hogy ők már tagok régóta. Így van, sajnos nem tudtak, mert ha sem... Ha tudták volna, akkor tisztában lettek volna azzal, hogy a tagságuk, amiről persze nem tudtak, pénz befizetéssel jár, vagy járhat. Így van, illetve időben utána járhattak volna olyan anomáliáknak, amik jelen pillanatban fennállnak, hogy az agrárkamarai törvény nem csak azokat a tevékenységeket adóztatja ilyen formán tagdíjbevétellel, tagdíjbefizetéssel, akiknek a tevékenységükből árbevételük származott, hanem mindenki, akinek a cégjegyzékében ezek az érintett tevékenységkörök szerepelnek, függetlenül attól, hogy volt-e árbevétele vagy sem. Na de várjon, főtitkár asszony, akkor tulajdonképpen nem is akár 1 millió forint befizetéséről lesz itt szó, hanem több millió forintról. Így van, vannak tagjaink, akik klasszikusan kizárólag kiskereskedők voltak, de a tevékenység körök között szerepelt, és az agrárkamarai törvény értelmében a kamara a teljes árbevételét nagykert tevékenységnek, azaz agrár tevékenységnek minősítette, így decemberben 3,6 millió forintról kapott értesítést, hogy ennyivel tartozik. Tehát majdnem 4 millió majdnem forintról. 4 millió. Úgyhogy korábban nem tudom, pár ezer forintot fizetett. Regisztrációs díjként a kereskedelmi kamarának, és ez a 3,6 millió forint nem csak tagdíjat tartalmaz, hanem mulasztási pótlékot és minden egyéb díjat, amire most, mint kiderült, az agrárkamarának nincs is jogosultsága behajtani adó módjára, ugye, mert a törvény értelmében csak a tagdíja köztartozás, és most utólag legitimálni kívánja egy gyorsított eljárással az agrárkamarai törvény módosításával a agrárkamara elnöke, hogy amit jelenleg gyakorlatban praktikusan végeznek jogtalanul, azt utólag legitimálják a törvény
erejével. Önök az Agrárkamarához fordultak már, hogy ez mind erkölcsi, etikai, anyagi, adózási, egyéb szempontokból egyáltalán nem elfogadható? Természetesen tavaly nyár óta járjuk ezt az utat. Idén február 2-án volt az első egyeztetésünk az Agrárkamarával. Azóta két körben is találkoztunk, próbáltunk megoldást találni ezekre az anomáliákra, illetve együttműködésüket kérni abban, hogy kezeljük korrektül ezeket a helyzeteket, és a nem jogtalan követeléseiket ne követeljék, mert jelenleg azt is követelik, hogyha nem volt agrárbevétele, nem volt nagy kert tevékenysége, de mégis fennáll az Agrárkamara nyilvántartásában a tagság, akkor legalább a 2016-ot fizessék meg, mert hogy ők azt nyilvántartják. Hiába nem is volt árbevétele az adott cégnek. Ilyenkor mondjuk felesleges lenne Fazekas úrhoz fordulni? Nem tudom, hogy ő nem tudna valamit ebben közben járni, segíteni? A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség mindenkihez fordult már ezzel kapcsolatosan, nagyon sok államtitkárral is folytattunk tárgyalást. Ezért kaptak valamilyen választ? Igen, tudtunk tárgyalni szerencsére államtitkári szinten több alkalommal. Egyetértenek a problémánkkal, de nyilván mindenki a törvényt látja első rendűnek. Természetesen mi is ennek a betartását szeretnénk, de jelen pillanatban nagyon nehéz helyzetben vannak a nagykereskedők és a kereskedők. Csak igen nemmel csődbe mehetnek így Magyarországon nagykereskedelmi cégek, ha ezeket a pénzeket be kell fizetniük? Abszolút csődbe mehetnek azok a cégek, akik a magyar terméket a magyar fogyasztókhoz a vidéki, 3 millió vidéki embernek viszik el jelen pillanatban. Szövetségünk elkötelezettje ennek a témának, és szeretnénk kérni azokat a vállalkozásokat, akinek ilyen kapcsolatban érdekképviseletre van szüksége, hogy jelentkezzenek a honlapunkon keresztül. Na, akkor állítsuk meg Brüsszel helyett, állítsuk meg az Agrárkamarát, akkor lehet ez egy új szlogenük. Köszönjük szépen a lehetőséget.